Jó reggelt kívánok, kedves nézőim! Ezen a mai napon is Ceglédi Sándornak a Mindennapi Kenyerünk című kis füzetét tartom a kezemben, és ahogy a hét többi napján is, ma is három igét olvasok fel, a napra szóló tanácsot, ígéretet és egy foházt. A tanács az 50. Zsoltár 15. verse, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Olyan sok minden történik velünk, olyan sok nehézséget, terhet cipelünk, olyan sokszor érezzük azt, hogy nem sima, nem zökkenőmentes az életünk, hanem nyomorúságban vagyunk, bajban vagyunk, vagy lelki nyomorúságban, vagy lelki terheket hordozunk, vagy fizikai nyomorúságban vagyunk, betegek vagyunk. Talán az évek múlásával egyre több problémánk, egyre több fizikai vagy lelki terhünk van. Hiszen ahogy napról napra előre megyünk az életben, családunk is növekedhet. És ahogy növekszik a család, úgy a gondok, a nyomorúságok, a nehézségek is növekedhetnek, természetesen a boldogsággal és az örömmel együtt. Az ígéret így szól hozzánk, a Zsoltárok könyve 46. rész 2. versében: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Az ige arra biztatott bennünket, hogy hívjuk segítségül Istent a nyomorúságban. A mostani igevers pedig arra biztat bennünket, és arról biztosít bennünket, hogyha hozzá megyünk, bátran menjünk hozzá, mert ő a mi oltalmunk, és ő a mi erősségünk, és ő a mi segítségünk a nyomorúságban. Szükségünk van arra, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem vagyunk kitéve mindenféle viharnak az életben. Van oltalmunk. Amit először kapunk Istentől a nyomorúságban, az az oltalom, az a védelem, hogy befedez, körülvesz, átölel, hogy felettünk tartja a kezét, sőt, az ige ígérete szerint még alant is vannak az ő karjai. Nem jó nyomorúságban lenni. Senki nem szeret nyomorúságban lenni. De ha nyomorúságos helyzetben vagyunk, akkor a legbátorítóbb az a tudat, hogy Isten a mi oltalmunk. És semmi nem ragadhat ki az Isten kezéből. A nyomorúságban nem veszhetünk el, mert Isten tartja az életünket, átsegít a nyomorúságon. Aztán a nyomorúságban szükség van erőre, fizikai erőre, lelki erőre, hogy túléljük a nyomorúságot, hogy megéljük, hogy jól éljük meg a nyomorúságot, és győztesen jöjjünk ki a nyomorúságból. Isten nem csak a mi oltalmunk, Isten a mi erőnk is a nyomorúságban. Tud annyi erőt adni, amennyi szükséges. Ha úgy érezzük, hogy roskadozva megyünk a nyomorúságok között, és szinte alig-alig tudjuk vonszolni tovább magunkat, erősödjünk meg abban a tudatban, hogy Istentől erőt kaphatunk. Biztos segítség az Isten a nyomorúságban. Nem csak oltalomra van szükségünk, nem csak erőre van szükségünk, hogy az Isten erejével menjünk tovább az úton, hanem nagyon sokszor hiába van erőnk, önmagunkban kevesek vagyunk. Azt ígéri az ige, ő segítség a nyomorúságban. Ott van velünk, nem csak azért, hogy oltalmazzon, hanem hogy segítsen, hogy mellénk álljon, hogy cselekedjen, hogy amik történnek, azok az Isten segítségével történjenek, hogy munkálkodjon az életünkben. A mai napi fohász a 60. Zsoltár 13. versében található megírva: adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Hányszor érezzük így? Hányszor éled meg az életet úgy, kedves nézőnk, hogy az emberi segítség itt már mit sem ér? Forduljunk, fordulj hát bizalommal Istenhez, kérd, adj a Zsoltáríró is, adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. És Isten közel jön, Isten oltalmat ad, Isten erőt ad, Isten segítséget ad, velünk lesz, és győzelmet ad számunkra. Kívánom, hogy ezen a mai napon és a következő napokban nehéz helyzetbe kerülsz, akkor az Isten oltalmazza az életedet, Isten segítse az életedet,
Isten segítsen győzelemre. Nagyon szép napot, nagyon áldott és győzelmes napot kívánok mindenki számára.